Hello, hello, sziasztok, ez itt Kerb. 25-ös pályához értem a normál szinten. Ezt a normál szintet a mai nap biztosan megcsinálom alapon, hogy tudjak róla beszámolni, mégis mifán terem. Alapvetően nagyon-nagyon hasonlít a Ninja toronyhoz. Nyilván vannak kis extrák, és ez már most látszik, hogy azért nehezebb, mint a Ninja torony. A Play for Fun kollega rakott fel táblázatokat értékekről, HP-król, miért más. Én ezeket nem szokom, hogy őszinte legyek, nézegetni, mert igazából nem mondanak sokat, ugye játszani kell, ki kell próbálni, hogy az az adott sebzés mennyiség, amit bebírsz vinni, hogy az éppen hova elég, mire sem, stb. Ennek tükrében, fényében tudsz taktikázni. Itt van egy nagyon-nagyon szép leírás. A lényeg, hogy kettő nehézségi fokozata van ennek a toronynak, vagy a normál és az impossible, lehetetlen. Látjátok, hogy lokkolva van jelen pillanatban, azaz még játszhatatlan, de amint a 25. pályát kiviszem, már játszhatóvá válik. Minden pályán, hasonlóan a Ninja toronyhoz, kapnak cursed, azaz átkot adott körönként a szövetségeseitek. A csavar a dologban ott van, hogy itt csak egyet kaphatnak, és utána rögtön kiesnek. A Ninja Towerben picikét megengedőbb a történet. Ennek ellensúlyozásával, vagy ellensúlyozásaképpen viszont itt ezen bekezdés alján láthatjátok, hogy Tower of Magic Battles Again, However Heroes of Magic Classes az olyan osztályoknak, mint a Wizard, Varázsló, a Sorcerer, a Varázsló, vagy mágus, a druidák és a klerikek, azaz a papok, azok 5 átkot bírnak. Ez még akár szimpatikus is lehetne, de elég nehezek a pályák ahhoz, hogy nem túlságosan, hogy mondjam, nagyon-nagyon dióhéjban leegyszerűsítem ezt a történetet. Hogyha nem egy nagyon komoly szinergiával mész be, akkor rendben van, hogy be tudod kapni a körzeket, de én azt gondolom, hogy előbb-utóbb így is, úgy is ki fogsz esni. És ugye egyetlen egy kulcs szereplő a történetnél, ha kiesik, akkor már halmozottan kerülsz hátrányos helyzetbe, hogy úgy mondjam. Én a piros szinergiámmal tolom, eszméletlen nagy sebzése van, és igen, ha tetszik, ha nem, ezt el kell dönteni mindenkinek, hogy hajlandó-e manát rááldozni, rászánni, hogy egy jobb helyezést érjen el, avagy sem. Mana nélkül ez a dolog nem megy. Ezen kívül hasonló áldásokat tudtok kapni, mint megint csak a Ninja toronynál. Ugye ez az én szinergiám, Wilbur mínusz 44 Death Down, Mariana mínusz 54 Elemental Death Down, Kagan eszméletlen nagyot odasóz a maga 380%-os sebzésével, és még limit breakelve is van. Szóval ezért is mondtam, hogy Kagant azt soha nem fogom megbánni. Cillian, aki egy 4 csillagos karakter, de óriási nagyot segít, hogy körönként híleli magát. És Gefion, mint egy szintén nagyon nagyot sebző sniper. Ez így azt gondolom, hogy egy tökéletes szinergia, ennél csak akkor lehetne jobb, ha meg lenne Sars, a mínusz 54 defes leány, illetve esetleg Zenobia, de ebben most ne bonyolódjunk bele. Itt középtájt láthatjátok az áldásokat, hogy én miket választottam ez idáig. Ugye a szürkék azok ugyanazok, mint, vagy ezüstök ugyanazok, mint a Ninja toronynál. Egy Tower Spiritet, ez a Minion gyakorlatilag beválasztottam, de ez csak azért, mert ott nem volt jobb, és én mindent a manára és a támadásra adok. Ahol lehet manát begyűjteni, ott manára megyek, így kettőször választottam az plusz 5% mana generációt, töltést, így plusz 10% már. Ezzel lényeges és nagyon fontos csempéket nyerek. Ahol nem tudtam, ott a sebzésre mentem, támadásra, kritikára, azért nem mentem defense-re és HP-re, mivel alapvetően időre kell, hogy ezeket elbefejezzem, ezeket a pályákat. Szerintem így a legkifizetődőbb, hogyha hajlandó vagy manát, természetesen nem mindig, de van, ahol muszáj használni a tornádot, többek között azért, hogy ugye ne essenek ki a hőseitek. Ha olyan pozícióba kerülsz, akkor ez a történet lehetőséget biztosít arra, hogy 3 hurikán, 3 tornádó, hogy úgy pozícionáld azt a csempédet,
hogy fel tudsz szabadítani az átok alatt lévő szövetségesed. És ami nagyon-nagyon izgalmas és tök jó fej dolog, és újdonság, erre nem számítottam, ezek pedig a speciális, azaz arany áldások. Az arany áldásokat itt látjátok, a felső három az, nyilván arany színű. Nagyon érdekesek, izgalmasak, és ott bizony el is kellett gondolkodni, hogy melyiket az én játékstílusommal, az én céljaimmal leginkább szinergiában lévő képességet válasszam. Ugye itt volt egy olyan, amit végül ez a, azt hiszem, hogy idáig ugye négyet tudtam választani, ilyen aranyt. A legalsó arany az a stack. Ugye stack zárójelben max 10. Ez egy védelem növelő stack, minden kör után 5%-kal nő a defenzed. Itt a opció, maradék opció, ilyen körönkénti HP regenerálás, vagy nem is tudom még mi volt, az a lényeg, hogy itt ezt láttam messze menőleg legerősebbnek, úgyhogy ezt a stacket választottam. Fontos, hogy valamelyest azért defenzívám is nőjön, hiszen nagyjából csak a normál szinten tartok, de a 17. pálya már meglepett. Szóval normál szint 17. pálya, ott nem úgy jött ki a lépés, és bizony, készítettem róla print screent, nem sokan múlott a dolog. Úgyhogy eléggé ütnek ezek a, nem csak a bosszok, hanem a sima évek hullámok. A második arany áldás, ez az All Heroes Get 5% mana, na ugye ilyen is volt, hogy minden, de én nem tudtam miért tegyem hozzá, hogy több ilyet fogok kapni, azaz több ugyanolyan lehetőségűt, azaz tudod majd stackelni ezeket az aranyokat is. Semmi probléma egyébként nincs, hiszen ez a második áldás azt jelenti, hogy minden esetben, amikor castolsz, azaz ellősz egy hőst, a többi hősöd, illetve hát all heroes, azaz minden hős 5% manát kap. Ezt most nem is figyeltem meg, hogyha az én ellőtt hősöm, szóval, hogy én ellövök egy hőst, ő is megkapja ezt az 5%-ot, ezt még így nem figyeltem meg, de attól függetlenül a maradék 4 mindenképpen, lehet az 5. is, és egy itt el kell gondolkodni, hogy vajon ez megéri, vagy nem éri. Az utolsó pálya nyilván a boss fight a legizgalmasabb, és a stratégiát a köré érdemes építeni. Itt pedig belegondoltam, hogy teljes manával rendelkezem, ellövöm Wilburt, és az a plusz 5% mana, ugye senkire semmilyen hatással nincs, hiszen a maradék 4 hősöm még fullon van, ellövöm a sorrendben másodikat, azaz Marianát, ő már kihatással van Wilburra, megmondom esetleg saját magára, de a maradék 3-ra még mindig nincs, úgyhogy erről nagyon gyorsan le is mondtam, és az indok vagy ok, amiért itt van, hogy még egyszer beadta ezt az áldást. De nekem ami a legfontosabb és legjobban tetszett, itt az az első aranyáldás, ha megnézitek, All Heroes Get. Ugye ez első szintjén ez annyit tett, hogy minden hős a boss hullámán, azaz a legutolsó hullámkor, amikor jönnek a bossok, minden hős kap 50% manát. Na hát ez viszont durva. Szóval akár hogyan is, 50% mana szor 5 az 250%-nyi mana, összehasonlítva a második spéci áldással, ami ugye legjobb esetben is 25% manát ad. Még egyszer 250 kontra 25%, azt gondolom, hogy nem is lehetett kérdés, legalábbis számomra nem volt, hogy ezt válasszam, és mivel stackelődnek is ezek a buffok, úgyhogy nagyon durva itt beválasztottam a másik szintjét is, és innentől kezdve a harmadik pályára, ha megyek, akkor minden hősöm maximum manával kezd. Miért is fontos ez? Mindjárt látni fogjátok. Ez azért rendkívül fontos, mert még egyszer nagyon-nagyon erősek a bosszok, és hogyha én ezt a 5 karaktert el tudom sütni úgy, hogy nulla manáról, és ez a helyzet, Wilbur, Mark, Kagan, Cillian, Gefion, akkor már jócskán odapörkölök nekik, és ez megadja azt a lehetőséget, hogy már a harmadik hullámon is elsüssem ezeket a hőseimet, ami meg igazán azért még nagyjából takarítja a hullámot, szóval magyarán rendkívül sok időt spórolok, adott esetben nagyon sok harci eszközt, battle itemet is tudok spórolni, hiszen a harmadik hullámot már ki tudom végezni hősökkel, ráadásul ez még ajánlott is azért, hogy nulla manán kezdjem a következő kört, és maximálisan profitáljak ebből az első áldásból, azaz mind az öt hősöm, ugye max manával
kezdjen. Ez a normál szint 25 pályából áll, látjátok, hogy 5 szintenként lehet Tower Chestet bekeríteni. Ez elég szépen adogatja, hozzáteszem a talent pontokat. Hol vannak a talentek? Ezt a 24 pálya alatt sikerült összeszereznem, vagy összeszednem. Magyarán 15, meg 24, 42, 60, 67, 70, 90, több mint 100 emblémánál tartok, és még csak a normált fogom éppen, hogy befejezni. Gondolkodom, hogy itt még van-e valami fontos, amit el kell mondani. Én azt gondolom, hogy nem, úgyhogy ezt az utolsó pályát akkor nézzük meg együtt közösen. Tudom, hogy nagyon sok embernek, nagyon sokaknak ellenőrzés, ellenérzése van ezen alkalmakkor harci eszköz használat. Na, jó, beragoztam ellen mellett, magyarán, hogy nem igazán szívesen költenek harci eszközre, ami valahol érthető, hiszen ugye ott van a titán, ugyanakkor én azt gondolom, és akkor gyorsan nézzük is meg a rewardot, ugye top 100 az nyilván nem fog összeérni, de hogy top 500-at el tudsz érni, akkor már 700 embléma üti a markodat, mellette 20 tornádó, én ezt a Ninja Tower-en kipróbáltam, alapvetően nem jövök ki nagy-nagy mínuszban, a harci eszközöket illetően nyilván kell rááldozni, de az embléma mennyiség pedig nagyon-nagyon megéri, szóval borzasztóan nem mindegy, hogy valaki mondjuk végez és kap 250-300 emblémát, vagy adott esetben 700-at. Ez már újabb ilyen hógolyó effektust indít el, minél több az emblémád, annál erősebbek a hőseid, annál könnyebben nyersz turnamentet, és a többi, ezt már sokszor elmondtam vala. No, és arról nem is beszélve, hogy közben rengeteg sok emblémát lehet szerezni, itt már több mint 100-at szereztem, az Impossible ezek szerint ott hát minimum kétszer ennyit kellene, de még lehet, hogy még többet, úgyhogy Ildomos szerintem nagyon-nagyon megéri elvégezni, még hogyha kicsit repetitív, unalmas, de épp ezért is döntöttem még egyetlen egy gondolat, amellett, hogy nem váltogatom a csapatot, mert az nagyon agymenés, ki kell választani a legerősebbet, ami legnagyobb sebzést kitolja, és azon iparkodok, hogy ne essen ki egy hősöm sem, semmi más nem számít, hogy ne essen ki, végig tudjak vele haladni, és ennek függvényében használom a harci eszközöket is. Így, ha belegondoltok, mondjuk 250-300 talentpont meg az 500, top 500, 700 talentpontja az egy esemény alatt 1000 talentpontot szerezni, ez majdnem egy 5 csillagos karakter teljes talent mennyisége. Ha nem veszem a 20-as és 19-es pontot, ami 375, akkor szinte 0-ról 18-ra fel tudom talentelni. Na, és akkor nézzük meg az utolsó pályát, itt most kis koncentráció igényeltetik, nem túl jó, 3-mal kezdett. És láttam, hogy már nem igazán volt opcióm a kék Cursed átkot eltávolítani, úgyhogy használtam egy tornádót. Megint nagyon szerencsétlen szituációba kerültem. Na, de így már jobb, ez javított sokat, csak ne. Ez az. Hüpp, hüpp, hüpp. És látjátok, hogy itt elég keményen ütnek már. Most azon leszek, hogy... Két kör múlva kapom a manát, feltöltenek maxra a hőseim. És ugye egy tornádot, egy hurikánt használtam
A 25-ös, az a legutolsó pályára, elég szép idő alatt sikerült így, és elég szép pontszámra elvégezni, megcsinálni ezt az utolsó pályát. Azt mondja varázslónőnk, nagyszerű munka, hogy igazán jó leckét tanítottam a torony diákjainak. Azt mondja, hogy nem mi vagyunk az egyetlenek fancy, csicsás kis trükkökkel. Richard pedig azt mondja, ez nem volt túl rossz. Come back at any time, gyertek vissza bármikor. Szóval ilyen kis aranyos a sztori. Látjátok, egyetlen egy pályával, maga az XP-se rossz. 5 ugye cleric emblemet kaptam. És itt van, hát ez mondjuk fura, hogy rögtön átdob a következő szintre, és nem pedig idehoz. Mi van az utolsó chestben? 3-4 csillag. No, jaj, és akkor erről ugye nem is beszéltem, hogy azért jócskán vissza lehet szerezni itemeket, itemeket is. Csak az első szint legutolsó chestjében 30 palatalent, úgyhogy akkor az a 150 embléma, ha jól számolom, így megvan. Az első szint elvégzése után akkor 300-at biztosod a következő, és 25 tavercoin, és csupa-csupa 4%-os item. Köztük 2 tornádó, magyarán egyet használtam, 2 visszajött, Supermana potiból 4 darab, és a többi, és a többi. Úgyhogy, ha az ember optimalizálja a kiadásait, az idő per sebzés, stb. Egy kicsikét matekozik, kicsikét gondolkodik, és megvan hozzá tartozó szinergiája, hősei, akkor én azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes ezt kivinni, megcsinálni. Ez volt a Tower of Magic normál szintje, és annak bemutatója, illetve 25. pályája. Az Impossible-vel pedig várok az utolsó szinteket, valószínűleg utolsó hármad, az utolsót biztos fel fogom venni, illetve jelentek így közben, hogy is éltem meg az Impossible szint 50 fázisát. Hajrá, hajrá, sziasztok!